Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Több pénz áll a gazdák rendelkezésére a következő támogatási ciklusban, és az új rendszer értékelni fogja az újdonságokat vállaló, kreatív fejlesztési elképzeléseket. Hangzott el azon a fórumon, melyet kedd este tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete Pápán a mezőgazdasági szakképzőiskolában. A programon Kis Miklós Zsolt, agrár- és vidékfejlesztésért felelős államtitkár, illetve Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, országgyűlési képviselő, az agrár- és vidékfejlesztési támogatási rendszer változásairól beszélt. Megyei küldöttgyűlés után tartották az agrárágazati fórumot, melyen elsősorban a gazdálkodók vettek részt, de meghívták azokat az ágazati szereplőket, érdekképviseleti, hivatali képviselőket, akik kapcsolatban állnak az agrárium szereplőivel. A programon az agrár- és vidékfejlesztésért felelős államtitkár, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke adott tájékoztatást az elkövetkező időszak támogatási rendszeréről. Különösen fontos tény és eredmény az, hogy Magyarország számára több pénz fog rendelkezésre állni ebben a 7 éves ciklusban, mint az előző 7 éves ciklusban. Ennek a felhasználása természetesen nagyon nagy felelősséggel járó feladat. Azt látni kell, hogy a területalapú támogatásoknak a színvonala, mértéke az nagyságrendileg azonos lesz. Lesznek olyan kötelezettségek, amik korábban nem voltak. Lesznek azonban olyan újonnan nyíló lehetőségek, amik szintén nem voltak. Gondolok itt például a fehérje programra, ahol mind a szemes, mind pedig a szálas fehérje növényeknek a termesztésére támogatást lehet igénybe venni. De nagyon sok olyan termeléshez kötött támogatás is van, ami a korábbiakhoz képest érdemben emelkedik. A vidékfejlesztési támogatási rendszer változásairól Kis Miklós Zsolt államtitkár beszélt. Elmondta, konkrétan miket támogatnak. Azokat az ágazatokat, amelyek potenciálisan magukba hordozzák annak a lehetőségét, hogy nem csak munkahelyek maradjanak meg, hanem új munkahelyek is jönnek létre. Ez elsősorban a kertészet, állattenyésztés, erdőgazdálkodás és a feldolgozóiparnak a fejlesztése. Tehát azok a munkaigényes ágazatoknak a fejlesztésében látjuk mi a lehetőséget az új munkahelyek létrehozásában, amelyeket én most felsoroltam. 2015-ben indul meg az új támogatási rendszer, és 2020-ig fog tartani, tudtuk meg a fórumon. Ez alatt az időszak alatt a nemzeti kiegészítéssel együtt több mint 1200 milliárd forint áll rendelkezésre az agrár- és vidékfejlesztés területén, mondta el az államtitkár. Az MSZP előzetesen megfogalmazott elvárásokkal van azokkal a jelöltekkel szemben, akik szocialista színekben vagy szocialista támogatással indulnak az önkormányzati választáson. Erről Gölgös Zoltán, a párt országos alelnöke beszélt tegnap Pápán. Elmondása szerint 7 pontban fogalmazták meg azokat a feladatokat, amelyekért egy nyertes polgármesternek vagy képviselőnek tennie kell. Azokon a településeken, ahol szocialista polgármester lesz, nem lehetnek éhező gyerekek, szegény parcella a temetőkben, az önkormányzatnak biztosítania kell, hogy a lakosok helyben találjanak megélhetést, a közbiztonság egyik kiemelt feladata pedig az idősek védelme lesz. Tájékoztatott az MSZP országos alelnöke a jelöltjeik irányában megfogalmazott elvárásokról, amelyek az elhangzottak mellett az oktatás területét is érintik. Kezeljék úgy az oktatási rendszert, minthogyha továbbra is a város irányítása alatt lenne, mert ez úgy látjuk, hogy ez a jelenlegi központosított rendszer ezersebből vérzik és nem működik, és ez nem mehet a gyerekeink jövőjének a rovására. Gőgös Zoltán a települési képviselőtestületi ülések nyilvánosságát fogalmazta még meg, valamint azt, hogy Európai Uniós költségvetésű beruházásokról adott esetben népszavazás döntsön. Arra is kifejezetten figyelni kell, hogy ezeket a beruházásokat lehetőleg helyi kis és középvállalkozások tudják kivitelezni, de ne úgy, hogy csak egy szűk kör. Az elkövetkezőkben a megyei területfejlesztésért felelős megyei önkormányzatok esetében a fejlesztési források tekintetében átlátható döntési folyamatokat kér az MSZP a szocialista vezetésű önkormányzatoktól, hangzott el a párt országos alelnökétől. A kulturális turisztikai rendezvények kiszélesítése, a fürdőturizmus működtetésének átszervezése, az egységes múzeumi rendszer, valamint az idegenforgalom kiszolgálóbázisának kiépítése. Ez az a 4 elem, amelyre a helyi idegenforgalom fejlesztését építeni a pápai baloldali együttműködés polgármester jelöltje,
Gröber Attila javaslatainak ismertetésekor elmondta, az idegenforgalom a gazdasági élénkítés szerves része, ugyanakkor önálló terület és a város etéren végzett tevékenységét jónak tartja, ám a tovább lépésre vonatkozóan vannak elképzelései. A kulturális turisztikai rendezvények alapjának tekinti Gröber Attila a kastélyudvarbeli nyári színházi napokat, amelyeket évszakhoz kötötten bővítene olyan programokkal, amelyek városimázs építőerővel bírnak. Tavasz elején egy barokk zenei napok rendezvényre kerüljön sor ezt követően, nyáron folytatódjanak a szabadtéri színházi játékok, ősszel pedig, ez a harmadik lába ennek a turisztikai kulturális rendezvény sornak, ősszel pedig turisztikai napokra kerüljön sor, kihasználva a Bakony közelségét. A pápai baloldali együttműködés polgármester jelöltje a fürdőturizmus fejlesztése terén a Várkert fürdő működtetésének újragondolását tartja fontosnak. Gröber Attila profiltisztításról beszélt a tegnapi sajtótájékoztatón, az uszoda, a termál rész és a strand szétválasztását, rentábilis és kihasznált létesítmény fenntartásának szükségességét fogalmazta meg. Addig, amíg a termál nagyon komoly likvid gondokkal küzd, amíg az önkormányzatnak szinte fél évente kell segítő kezet nyújtani, addig le lehet ugyan írni mindenfajta fejlesztési tervbe, hogy 5 milliárd forintot költünk a termálfürdőre, csak a kérdés az, hogy ez reális vagy sem. A helyi turizmusfejlesztés harmadik pillére a város múzeumainak megújítása és egységes rendszerben való működtetése. A múzeumok felé a közönség ma már más elvárásokat fogalmaz meg, és a pápai intézményeknek ehhez alkalmazkodniuk kell, véli Gröber Attila. Ma már az interaktív kiállítás az szinte elemi követelmény, ma már a múzeumpedagógiai foglalkozások szerves része egy múzeumi világnak. A Kékfestő Múzeum és a város nevét össze kell kapcsolni, erre lehetőség lenne például helyi termékek kékfestő mintás csomagolása. Tájékoztatott Gröber Attila, aki a város arculatformáló eszközeként tekint a megújuló Eszterházi kastélyra és a zsinagógára is. Továbbá helyi ipartörténeti kiállítás létrehozásában gondolkodik. A textilipar, a dohányipar és egyéb más iparágak húzó iparágai voltak a városnak, és azt gondolom, hogy róluk sem szabad elfeledkezni. És legalább ilyen fontos, egy másik szívügyem az irodalmi séták és a Petőfi Irodalmi Múzeum. A balközép polgármester jelöltje elmondta, a város idegenforgalmi tevékenységét irányító Pápai Platán non-profit Kft. Munkáját jónak tartja. A helyi turizmust kiszolgáló háttér fejlesztésében azonban vannak még tennivalók. Gröber Attila eltéren megemlítette a szálláshely bővítést és az információs pontok bővítését. Széles víz, ez a címe Pápaváros folyóiratának, melynek első száma szeptember végén jelenik meg. Irodalmi, kulturális, helytörténeti és művészeti, közéleti és tudományos témákat ölel fel a kiadvány, melynek főszerkesztője Mátyus Aléz. A pápai folyóirat indításának apropóját a város 800 éves évfordulója adta, megjelenését Pápaváros önkormányzata anyagilag is támogatta. Már nyomdában van a helyi folyóirat, melynek ötletét egy korábbi az Agria folyóiratban megjelent gazdag pápai anyag adta. Mátyus Aléz szívesen vállalta a főszerkesztői feladatot, s nyár elején egy felhívást tett közzé. Ötleteket várt a lap címére. Csima Györgyé volt a Széles Víz elnevezés, melyet a szerkesztőbizottság elfogadott. Széles víznek hívták a Tapolca azon szakaszát, mely a Csókánál kiszélesedve tóvá terebélyesedett. Ma parkál a helyén. 150 éven át volt része a város életének, s ma is él az emléke. A folyóirat első száma is hasonló elvek alapján állt össze. Múlt, jelen és jövő összefonódik az írásokban. Én azt hiszem, hogy egy ilyen városi irodalmi kulturális folyóiratnak az igazi minőségét olyan 5.-6. szám után, ami esetünkben 2-3 évet is jelenti, lehet igazából lemérni, hiszen az induláskor mindig a bőség zavarával küzd a szerkesztő, rengeteg az írás, rengeteg a tanulmány, sok a megmutatandó érték, és majd elválik az, hogy ez hogy alakul a megjelenések során. Én egyébként azt remélem, hogy az évi két megjelenéssel mi mindig tudjuk majd azt a minőséget mutatni az olvasóknak, pápaiaknak és máshonnan valóknak is, amire büszke lehet majd a város. A folyóirat első számában olvashatók helytörténeti írások, emlékezések, beszélgetések, melyek bemutatják a ma itt élőket, s egykori pápaiakat is, a várost, ünnepeit és hétköznapjait. A kiadványban nem csak pápán élő
szerzők írásai szerepelnek, hanem a városhoz valamilyen más módon, hivatásukon vagy születésüktől fogva kötődők. Így például Winkler Gábor, aki ugye a város főépítésze már nagyon régóta, a Sonfai György, aki pápai születésű, de Veszprémben érő levéltáros. Pápaváros önkormányzata 800 ezer forint támogatással járult hozzá a kiadvány megjelentetéséhez. A Széles víz 700 példányban jelenik meg, ezek egyelőre a Városi Könyvtár nyomdájában várják a bemutatót, mely előreláthatólag szeptember végén lesz. Az ünnepi alkalomra Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár is meghívást kapott. Borsos-Győrön, Kéttornyulakon és Tapolcafőn a részönkormányzati üléseken a 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési ciklus fejlesztési lehetőségeiről volt szó. A helyi projekttervek a pápaiak életminőségének, a munkába járás körülményeinek javítását célzó elképzeléseket tartalmaznak, fogalmazó tájékoztatójában a város polgármestere. Az óvodák energetikai korszerűsítése, vagy az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. A 2014-2020 közötti Európai Uniós költségvetési ciklusra vonatkozó helyi pályázati elképzelések például e két területen érintik a pápai társult település részeket. De megfogalmazták a pápa két tornyulak kerékpárút építésének igényét is. Erre a beruházásra pályázni akkor lehet, ha megfelelő tartalmú pályázatot írnak ki, és abban az esetben is meghatározott kritériumoknak eleget kell tenni, hangzott el dr. Áldozó Tamás tájékoztatójában. Meg kell tudni alapozni tényszámokkal, például forgalomszámlálási adatokkal. Aki írnak ilyen pályázatot, az a pályázat fog magas pontszámot kapni, ahol a közreműködő szervezet, vagy ahol a pályázat előkészítője, a forgalom számlálás eredményei alapján azt látja, hogy indokolt a kerékpárútnak a megépítése. Pápa polgármestere a város tekintetében 40 elképzelést vázolt fel, amelyek a települési infrastruktúra, az egészségügy, az idegenforgalom, a közösségi terek, az életkörülmények vagy a gazdaság fejlesztését célozzák, és amelyek megvalósításához a területi operatív program finanszírozási forrásaira lehet pályázni. A vezérprojekt Pápaváros komplex turisztikai fejlesztése. A témát a Városi Képviselőtestület holnapi ülésén is tárgyalják. A polgármesteri tájékoztatót mindhárom városrészi önkormányzat tudomásul vette, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Szerencsére holnap is napsütéses idő várható, részletek az időjárás jelentésben. Csütörtökön a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, csapadék nem várható. A Dunántúlon és délen megélénkülhet a délkeleti szél, északnyugaton erős lökések lehetnek. A hűvös helyenként párás hajnalt követően délutánra 21 és 25 fok közé melegszik a levegő. Kedves nézőink, ezek voltak szerdai híreink, várjuk Önöket holnap is a híradóval, nézzenek minket, viszontlátásra!